délelőtt 10 órától repültek a nyilak a darts tábla felé a szexádi sportközpontban megrendezett első nyílt darts versenyen. A szakosztály szeptemberi megalakulása óta ez az első hivatalos verseny, ahová játékszerelmeseit várták. Számos településről érkeztek résztvevők, jöttek Pécsről, Kaposvárról, Paksról is játékosok. Patkó Norbert a Pécsi Mester 3-as darts klub tagja, ők 12-en jöttek el a megmérettetésre. Többé-kevésbé sikerült abszolválni a selejtezőket, 3 csoportot megnyertünk a 8 csoportból, pillanatnyilag 5 játékosunk a legjobb 8-ba kerülésért küzd. Rengeteg versenyen veszünk részt, és nagy örömünkre szolgált, hogy a szexádi barátaink is meghívtak minket egy ilyen versenyre, hiszen a közelmódban sokszor ők jöttek hozzánk versenyezni, és vettek részt a mi rendezvényeinken. Ágics Krisztián 3 éve űzi ezt a sportot. Rossz sportnak tartottam, unalmas sportnak tartottam, de egyszerűen annyira rájöttem, hogy olyan izgalmas már nézni is, hát még játszani, könnyű, vesz ember magának táblát, nyilat, elkezdés, és olyan élményekben gazdagodik, hogy durva. Járok edzésre is, most ez az első nagyobb verseny is, és hát reméljük minél jobb lesz Szexárdon is a dárc élet. A versenyre előnevezéssel lehetett jelentkezni, 56 főben limitálták a létszámot, ami már a megmérettetés előtti héten betelt, mondta el Nagy Sándor, az Aliszka Darts szakosztály vezetője. Szexárdról, Decsről, Kaposvárról, Pécsről, Paksról, Bonyhádról, azt mondom, hogy sok helyet lefedettünk, és ahogy meghirdettük, teljesen nyitottak voltak a fiatalok, és jöttek és játszanak. Fiatalok és idősebbek is egyaránt. A szakosztály megalakulása óta egyre többen jelentkeznek és járnak le edzésekre, tette hozzá Nagy Sándor. Nagyon örülünk, hogy fiatalok is jelentkeznek, és idősebbek is. 28-an vagyunk jelen pillanatban a szakosztályban, tehát bővülünk. Ezt a mostani rendezvényünket is szeretnénk, ha nem is havonta, de 2 havonta megrendezni, tehát egy nyílt Szexárd Open-t. Ezzel mind a versenyekre, mind a dárcra, számolásra és a jó közösségbe való részvételre szoktatni a többieket. Több versenyt szeretnénk is majd rendezni, szeretnénk indulni majd a csapatbajnokságba, mivel úgy szakosztályunk, hogy először csak a 3. osztályba tudunk indulni, hogyha megnyerjük, akkor tudunk majd felkerülni a 2. osztályba. Emellett az elmúlt hónapokban is voltunk Kaposváron versenyen, ahova már ismeretségünk van, a Kaposvár, Pécs, oda szeretnénk elmenni, és jó eredményeket elhozni onnét. Egész napon át tartott a verseny, aminek a végén a díjazottak trófeát, oklevelet és pénzjutalmat is kaptak a szexádi sportközpont jóvoltából. Külön elismerésben részesítették a legmagasabb kiszállót, a legtöbb 180-at dobott és a legjobb női szereplőt is.